hogy az emberi kereslet, ha valami halt, és nem tudjuk biztosítani nekik, mert a mai értesülésem szerint úgy tájékoztattak a Balatoni Halászati RT-nél, hogy lehajtották a halászatot. Ez egy óriási, óriási probléma. Megdöbbentve tapasztalják az emberek. Ez mennyire hat ki egyébként a vásárlóknak az ellátására? Mennyire keresünk Balatoni halat? Nagyon nagy mértékben, különösen karácsony előtt. Az emberek többsége Balatoni halat szeretné megkóstolni. És fölül a háborúja Balatontól 15 km-re egyszerűen nem lehet Balatoni halat kapni. Milyen balatoni halakat tudnak beszerezni? Jelen pillanatban még tudunk adni balatoni húsát, ami a múlt heti fogásból érkezett, úgyhogy balatoni keszeget tudunk adni, a többi ezen balatoni. Ezt pedig akkor a Balatoni Halászati ZRT-ben szerezték be. Mit mondtak, hogy mi lesz most? Semmit nem tudnak. Valahonnan fentről jöhetett az utasítás, mi szerint nem kell halászni most. Ez a horgászoknak egy öröm lesz. Mi lehet e mögött? A minisztérium közleményében is az volt, hogy egyfajta olyan feszültség van már a horgásztársadalom és a halászati ZRT között, amit mindenképpen ki kell vizsgálni a minisztériumnak. Mennyire érzékelik, mennyire van jelen valóban ez a feszültség? Ez a feszültség utóbbi időben azért enyhült, de még megvan a horgászok, halászok közt a... Nem ez a probléma. Az a probléma, hogy a horgász lemegy horgászni, és nem tud halat fogni. Egy nap volt olyan, direkt megnéztem délelőtt, délbe, délután, három keszeget fogott a horgász, messziről jött ide, ki akarta magát élvezni, hogy Balatonon végre horgászik egyet, és nagyon szentségelve ment el délután, hogy három kis nyamvad dévért tudott fogni. Ez egy borzalom. Ezt nem szabad megcsinálni. Hát ez a varjuk innen az összes olyan vendéget, magyar vendéget, aki lejönne a Balatonra és halat szeretne fogni, nem azért, hogy megegye, azért, hogy szórakozzon. Így van, mint hogyha ez az öböl üres lenne. Itt nyáron vagyok most már semmi. Két hónapja, tényleg egy szem halat nem fogtam, pedig próbálkozok nagyon sokszor. És sajnos. Tehát akkor ilyenkor valami probléma, azt mondják, hogy kell, hogy legyen. Nem tudom, mivel függ össze. Mennyire kitartó egy horgász? Meddig lehet nagyon, kijárni, nagyon, horgászni, nagyon, hogy nagyon. Az ember semmit nem fog? Egy horgász talán nem is a hal érjen inkább, mint hogy a szabadon legyen, mint hogy a szabad idejét eltöltjeként, szerintem. Én legalábbis azért jövök. De nagyon sokan vannak így már, nagyon sok ismerősöm van, aki inkább sportból jön ide ki. Hát két és fél hónap biztos. Biztos, ezt különben még jobban meg tudnám mondani, mert nekem van egy ilyen napló. Itt lehet látni, hogy egy-egy kiló különböző fajtából, és hogyha összegezném, olyan 35 kilónál megállnák. Még annyi sincs. Talán olyan 20, egy éves viszonylatban mondom. Na, olyan 28 körül.